A rossz gyerek A kisváros gyerekei újongva vették birtokukba az új, parkosított játszóteret. Volt itt csúzda, hinta, homokozó, mászóka, egy szóval minden, ahol a kicsinyek kedvükre játszhattak. Még bicikliót is a kerékpárosoknak. A fák árnyékában kényelmes padok várták a gyerekekre felügyelő nagymamákat és a pici babáikat levegőztető anyukákat. Mi sem természetesebb annál, hogy a környékbeli gyerekek éltek a nagyszerű lehetőséggel, naphoztat és önfeletten barátságban játszadoztak. Mindaddig, amíg a játszótéren fel nem tűntek kisfiók. Tibinek hívták, már iskolába járt, és a tanulás után azonnal ott termett a játszótéren. Többnyire a biciklién száguldozott, de nem ám a kijelölt kerékpáróton, hanem a homokozó környékén, a szépen nyírod gyepszőnyegen. Szóval mindenütt, ahol tilos volt a kerékpározás. De ez még hagyján, mert ahol csak megfordult, a kisfiú mindenütt galibát csinált. Legázolta az épülő homokvárakat, hátba vágta a pityeregve tiltakozó gyerekeket, s azzal ijeszgette őket, hogy aki nem fut el előle, azt elgázolja a bicikliével. A kisebbek félni kezdtek tőle, mire ő cúfondárosan kinevette őket. A hintát mindenki rémületére Álva hajtotta, és ha csúszkálni támadt kedve, mindenkit gorombán félrelökött az útjából. Rövid idő alatt ő lett a játszótér réme. Míg a kislányokat sem kímélte, megcibálta a hajukat, elszedte kedvenc játékaikat, stb. A gyerekek hiába panaszkodtak a nagymamájuknak vagy anyukájuknak, Mire azok a rossz színhelyére odafutottak, Tibi már messze járt, nem tudták elcsípni. Egy napon, nem sokkal Tibi megjelenése után, új kislány tűnt fel. Ágicának hívták. Szülei nemrég költöztek a környékre, s mivel Ágicát még nem vették fel az óvodába, napjait ő is a játszótéren töltötte, anyukája felügyelete alatt, mivel még nem volt munkahelye. Ági nagyon kedves, szelít kislány volt, hamar összebarátkozott a helybéli gyerekekkel, leginkább a hozzá hasonló természetű zsókával. A szép, piros pöttyös labdával játszottak, amikor Tibi odaviharzott, és mire felocsúttak, már el is tőlük a labdát. Nem kellett az neki, mert rögtön messzire el is dobta. Egyenesen a forgalmas úttestre, ahol szegény labda csattanva szétpukkadt az ótrok kerekei alatt. Tibi jót kacagott, és kerékpárjára pattanva mindjárt odébb állt. Zóka bűntudatosan mondta újdonsült barátnőjének. Ne haragudj rám! Elfelejtette figyelmeztetni, milyen rossz gyerek Tibi nagyon sajnálom a szép labdát. Gyere, mondjuk meg anyukádnak, mi történt. Ágica nem etintett a fejecskéjével. Inkább mondjuk azt, hogy véletlenül én gurítottam ki az útra. Tudod, nem szeretek árulkodni. Másnap Ágica lehozta az új babáját, Zóka pedig a babakocsiját. Egészen elmerültek a játékban, annál is inkább, mert Zsóka nem sokkal azelőtt látta, Tibi felült az autóbuszra, tehát nem fogja őket háborgatni. Csak hogy tévedtek. Tibi hamarosan megjelent elmaradhatatlan kerékpárján, egyenesen a kislányokhoz pedálozott, kikapta kezükből a babát és elviharzott. Csófondáros kacajjal lesett vissza a lányokra, és ez lett a veszte. Nem vette észre a betonoszlopot, amely a játszóteret az úttesttől elválasztotta. Így nekihajtott. A következő pillanatban már ott feküdt a földön, behunyt szemmel, s homlokából szivárgott a vér. A baba kiesett a kezéből, távolabb hevert. Mi tagadás, a játszadozó gyerekek nem igen sajnálkoztak Tibi balesete miatt, sőt, némelyük ők örömmel nézte a pórul járt fiút. Egyedül Ágica csapta össze a kezét, aggodalmaskodva. Jaj, segíteni kell rajta, szólok anyukámnak. Úgy történt. Ágica mamája kihívta a mentőket, akik bekötötték Tibi sebét. Közben Tibi kezdte magát jobban érezni, ezért a mentősök feleslegesnek vélték a kórházba szállítást. Csak azt tanácsolták, hogy menjen haza, és maradjon ágyban egy ideig, s ha másnapra nem szűnnek meg a fájdalmai, feltétlenül menjen el orvoshoz. Tibi szédelegve állt lábra, és a bicikliére támaszkodva szófogadóan, ám szemmel láthatóan tanástalanul elindult. Ágica elé járt, és megkérdezte. Tibi, otthon vannak a szüleid? Van otthon nálatok egyáltalán valaki? A fiú szemlesütve válaszolta. Nincs. Senki. Apu mozdonyvezető, ritkán van itthon. Anyu késő estig dolgozik testvéreim pedig nincsenek. Ágica mamája gyorsan átlátta a helyzetet, és kislányával nagy egyetértésben gyorsan döntött. Akkor gyere hozzánk, Tibi! Útközben teszünk egy cédulát az ajtótokra, hogy hol vagy, és anyukád majd érted jön. Jó, egyezett bele Tibi, mert nagyon fájt a feje és a válla no meg kényelmetlenül érezte magát. Most először szégyelte rosszaságát. Szerette volna jóvá tenni, de nem tudta hogyan, ezért nagyokat hallgatott. Otthon, ágicájéknál az anyuka megkérdezte. Mondd csak, kislányom, hogy került a te babád annyira közel a játszótér széléhez a főúthoz, hiszen kértelek, hogy oda ne menjetek. Ágica piruló arccal füllentette. Belefeledkeztünk a játékba zsókával, véletlenül arra tévedtünk, s biztosan kiesett a babakocsiból. Ebben a pillanatban Tibi arca lángpirossá vált a szégyentől. Úgy érezte, muszáj bevallania az igazat. Nem így történt, Ágica nem hibás. Én vettem el tőle a babát, és aztán estem le a bicikliről. Bocsánatot kérek. Ágitól kérj bocsánatot, Tibike. Bizony, meggondolatlan voltál, rosszabbul is végződhetett volna. Nem haragszom, mondta Ágica. Gyere csak, Tibi, ez az én szobám. Itt a heverőmön kipihenheted magad szépen elbeszélgettek a kis szobában. Tibi elmondta, hogy ők is mostanában költöztek ide, nincsenek barátai, otthon legtöbbször egyedül van, unalmában rosszalkodik, s folyton arra vágyik, hogy észrevegyék őt, törődjenek, foglalkozzanak vele. Igazából soha senkinek nem akart rosszat, csak valahogy így alakult az lenne jó, ha játszótársakat, barátokat találna a játszótéri gyerekek közt. – Akkor viselkedj is úgy! – okította szelíden Ágica. Aztán megkérdezte. – Akarod, hogy barátok legyünk? – De mennyire? – kapott a szontibi, de már is lelohatta a lelkesedése. – Á, ezek után biztosan nem gondolod komolyan. – De! bizonykodott Ágica. Amikor az anyukája eljött Tibiért, a két gyereket összebújva találta. Tibi Ágica kedvenc meséjét olvasta fel éppen újdonsült barátnőjének. Az új barátság örömteli érzése eltompította, felettette fájdalmait. Attól kezdve Tibi naponta szerzett új barátokat a játszótéri gyerekek közt gyógyulása után, amikor először ment le közéjük, még féltek tőle. De hamar megértették, hogy Tibi már nem a régi rossz fiú. Szívesen kölcsön adja a bicikliét, segít nagy homokvárakat építeni, s azokat nem rombolja le. Tibi legjobb barátja természetesen Ágica volt. Elment a kislány születésnapi ünnepségére is, és ebből az alkalomból egy nagy, a korábbinál is szebb, piros pöttyös labdát ajándékozott neki. Megtakarított zsebpénzéből.